Cserikes, aki végig ott volt a pályán, de egyelőre még nem nevezték a Cserik közé sem, pedig mire val. Viszont egyre... Csallai tette hátra. Csallai fel, Nesztorovszki. Csallai. Már láttuk korábban is, hogy bátran lő adott esetben. Milan ellen még egy szabadrugást is magára vállalt. Andjelkovics. Csallai. Nagyon aktív. Csallai befelé mozgott, és aztán szabálytalankodott Nagy Ádám hozzá, előli szabályt alkalmaz Carmine Russo. Nagy Ádám. Csallai. Ez a csapatban. Csallai. Rizzo! Most veszem a legjobb helyre, és Csallainak kellett takarítani a csapat, úgyhogy nincs gólya. Nagy Ádám rásújtja, rá bizony. Blokkolták a lövést. Jó kis meccs lesz ez, Korosidis, elcsípi. Nagy lap, rossz helyre. De aztán oda kerül Nagy Ádámhoz. Észre is veszi Alessámi, és remek labdát ad a magyar játékosnak. Csallai rávezeti Torosidisre. Ez a csel is jó, Csallai! Nincs büntető! És hát azért kell vigyáznia ezzel, mert bizony, emlékezhetünk a kiállítására. Azt mondta, hogy tanult abból az esetből. Nézzük csak! Hát mondjuk azért valamiféle kontaktus volt. 2013-mal szerepelt a Squadrazzurrában. Itt egy lövés közben, amelyet üggyel bajja, de hárít Angelo da Costa. Csallai Roland nagyon-nagyon bátran játszik továbbra is, és most már kaput is talált, Nesztorovszki pedig közben megtámadta a kapust. Nézzük csak! Itt van Csallai, nem sokat teketóriázik, átveszi és ráküldi. Azt hiszem, hogy nem lehet. Még a gólban közvetlenül nem is volt benne, de egyébként a csapat egyik az elmúlt 12 fordulóban, Nagy Ádám. Viviani. És Destro fejjel, gól! Janeszámi, Torosidis, Nagy Ádám. Éppen csinálta szerint az Inter szerződtetni januárban a Bologna bal hátvédjét. Nagy Ádám közben. Döntetten hazai pályán jó eredmény lenne. Hát van még idő bőven. Alessámi kéri a labdát a bedobáshoz. Nagy Ádámot hozták zavarba. Csallai. Ez sem fújja le, Carmiti. Nagy Ádám, remek labdaszerzés, de a társak nem segítenek. És a lapot a játékvezető. Aztán tisztázták. Nagy. Massina. Nagy. Remek ütette tovább Massinának. Massina. Nagy Ádám. Adello, Massina. Csallai. Alessámi. Érezte magát Szicília szigetén. Nagy Ádám. Lejtsítő kapja vissza. Viviani. És középre Torosidis, Grecserül a mentés, Nagy Ádám. Viviani. Gastadello. Nagy Ádám. Torosidis. Gastadellótól. Csallai. Hosszú vette át. Gámi felé, Gastadello. A levegőben azért nehéz megverni. Nagy Ádám. Szépen fordul le Csallairól, most a két magyar üldözi egymást, illetve Csallai üldözte nagyot. Hát, nagyon nagy vonalúnak érzem Carmine Russót. Nagy Ádám. És Nesztorovszki. Most a Palermo próbál segíteni. Nagy Ádám nem hagyja magát. Aztán végül is győz a túlerőm. Nagy Ádám. Nesztorovszki. Alessámi. Csallai. Ilyen már, Csallai veszi át.
Alessami. Csallai. Méghozzá Lucas Ocampos találatával. Lazio Genoa 1-1. Egyébként Atalanta Róma, ugye eddig is volt 2 látható, 0-1 a Lazio. Nagy Ádám. Remek labda Torosidisnek, akit Csallai próbál megakadályozni a beadásban, nem sikerül, bár beleért Csallai Roland. Nagy. Nem számított Nestor Sami. Csallai esik el, nem volt ez most szabálytalan, Gemaici. Nagy Ádám. Most eladja a labdát. Aztán ilyen. Nagy Ádám. Komoly teljesítmény. Azt megelőző szezonokban is 20, illetve 24 gólig jutott. Szirám. Nagy Ádám. Viviani. Észreveszi a vajon Csallait, igen, de nem pontos a labdája. És nem is sikerült már megmentenie Csallai Rolandnak. Tudott még kidolgozni a második fél időben. Csallai tartja bent. Torosini jár már egyébként a Fiorentin, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, ugye Josip Iličić válláról is lekerült a teher, mert hogy megvan a második gólja és a szezonban, és ez már nem kellett egy büntető akcióból talán. Csonek éppen csak tudott még korrigálni, és így eljut a labda Csallaihoz. Csallai. Ijemark. Csallai megint. Nem jut lövő helyzetbe, inkább kiteszi Rispolinak a szélre. Csallai. Alessami. Csallai. A percekben Bruno Eriki. De most Nagy megindulhat, és ez a kontra akár... Nagy. Jön Simone Lofázó. Méghozzá sajnos Csallai Roland helyére, aki 65 percet tölthetett a pályán, és én azt gondolom, hogy nem vallott szégyent, főleg eddig egyszer csereként már 33 percet töltött a pályán. Nagy Ádámot szerelik. Csere. És Nagy Ádám száma magasban, tehát ő sem játssza végig a meccset. De 82 percig a pályán volt Nagy Ádám, és ma is megtette a magáét. Ő tapsolja most a hazai közönség, Erik Pulgárnak adja át a helyét. Mert a meccsek döntő többségén ez volt a helyzet, hogy az eddigi 10 alkalomból, amikor kezdő volt, 7-szer lecserélték, most 11 perc.